július 8-a van, és bemutatom a polka málnát, amelyeket a lengyelek fejlesztettek ki körülbelül 10 éve. Ő egy őszi málna, ami azt jelenti, hogy a termés legtöbb részét ősszel fogja hozni. Igaz, hogy nyár van, és már kezd málnákat hozni. Meg lehet nézni, hogy milyen sok van rajta. Málna kezdemény virágok hegyben, és erre mondják, hogy folyton termő málna. Talán ez már terem folyton. Állandóan mindig van rajta pár szem. Én így megszámoltam néhányat, amelyben az az eredményre jutottam, hogy növényenként, vagyis hajtásonként van amelyiken 70-80 málna is. Ezeket tavaly telepítettem, tavasszal. Hát őszig nagyon csak sínlődtek, és az idén kezdettek igazából fejlődni, és lássuk, hogy milyen szép nagy szemek vannak rajta. Megmutatom távolról is ezt a sort, ő külön támasztékot nem igényel, de mivel volt vihar egy héttel ezelőtt, így aztán mégiscsak kikötöttem őket, egy egyszerűen valami madzaggal. Szóval a klasszikus húzal nincs rajta, és azért meg lehet nézni, hogy milyen szépen fejlődnek. Itt is látszik ezen a hajtáson, hogy mennyi málna van rajta. Itt egy bogár is rajta, majd később leveszem. Nézzük meg, hogy egy helyen mennyi málna fejlődik. Itt alatta pedig a locsoló rendszer, amelyik működik elég jól, hatékonyan. Itt is van. Ugye erre málnára az a jellemző, hogy egész késő őszig terem, és húzal nélkül, és egy elég kemény fajta, úgyhogy lehet szállítani. Itt is szépen látszik, hogy fejlődik. És elég nagy szemű. Nem tudom, mennyire látszik ez, hogy milyen nagyok. Itt van. Ugye szemben süt egy kicsit a nap, így azt aztán meglássuk, hogy milyen lesz a videó. Ezt a fajta málnát úgy kell metszeni, hogy ősszel, amikor leérik, vagyis inkább már télen, akkor egyszerűen fűkaszálóval le lehet kaszálni, bár akkor már nem lesz folyton érő, nem csak egyszer érő, de akkor is sok termést fog hozni. Azt mondják, hogy ilyen kilótól egész 2,5 kilóig teremhet egy-egy bokor. Én ezt az elejében nem akartam elhinni, amikor láttam, hogy hogy kezd teremni egy egyszerű locsolással megspékelve, akkor már azért látszik, hogy talán lesz kiló egy bokron, vagy lehet ott több is. És ezek tényleg szép, nagyszemű málnák. Egész közelre hozom, és hogyha ide tennék valamit, akkor azért látnák, hogy mekkora szem. Ezt a szemet azért megpróbálom innen levenni, és akkor megmutatni, hogy ő mekkora. Már kicsit nehezen jön le, mert még nem ért meg. Itt van a kezemben, azért látszik, hogy jó nagy szemecske. És az íze is kitűnő, mert hogy ez a málnafaj néhány évvel ezelőtt a világkiállításon, amit a új málnafajokat vitték, első helyet nyerte. Szóval metszése nagyon egyszerű, fűkaszálóval télen lenyírjuk, és aztán ilyen szépen fog fejlődni, és az első évben rögtön a sarjhajtásokon hozni fog málnát. Itt van még egyszer ez, ami a kezemben van. Jó kertészkedést kívánok!